33 ország, 235 judósa lépett tatamira az U23-as Európa-bajnokságon. A magyar válogatott 3 arany és 2 bronzéremmel a házigazda Oroszország mögött második lett az éremtáblázaton. Az egyik aranyérmes az MTK Budapest cselgáncsozója, Gőz Roland. Alig ha gondolta volna, hogy a világversenyek sorozatát 2 ezüsttel, majd egy Európa-bajnoki címmel zárja. Lássuk! Most nehéz felfogni, hogy úristen, velem történik ez, meg hogy így sikerült. Az MTK Budapest versenyzője Gőz Roland eseménydús évet zárt. Volt benne minden. Súlycsoportváltás, junior EB és VB ezüstérem és az U23-as Európa-bajnokság döntőjében egy óriási küzdelem, egy igazi nagyágyúval szemben. 4 éves kora óta judózik, és 15 évesen kapta meg a marasztaló behatást. Az első, úgymond komolyabb versenynél elért érmem, egy ilyen nemzetközi Európa Kupa volt, amit 15 évesen sikerült megszereznem, 3. lettem, és talán az volt az első legnagyobb ilyen motiváció őket, hogy jó helyen vagyok, és akkor ezt csinálni kell. A szolnoki származású judoka 5 éve került Páncél Gáborhoz. Évelején egy súlycsoportváltáson ment keresztül, 90 kilóban kezdte meg a versenyzést, és ennek függvényében indult neki az évnek egy ifjúsági EB 5. helyjel a tarsójában. Továbbá az Európa Kupákon ugyan érmeket szerzett, azonban a legnagyobb megmérettetéseken nem jöttek a sikerek. Úgy álltam neki a világversenyeknek, hogy nem baj, megpróbálok mindent, ugye, és elkezdtük a felkészülést a világversenyekre, és én nem tettem volna magamra túl sok pénzt, hogy én EB-VB döntőt fogok menni, majd utána megnyerem az U23-as Európa-bajnokságot. Erre nem gondoltam. Ez nem kizárólag az edzője által irányított kiváló felkészülés része volt. Ez egy lelki és pszichés változás következménye is. Ő elkezdte a főiskolát. Na most ez volt a legnagyobb váltás az életében. Annyira megkomolyodott, tehát olyan szinten vált profivá a civil életben is, mert megtanult tanulni, bejár az iskolába, időre oda megy, nagy tudású emberekkel kommunikál. Olyan pozitív változásokon ment keresztül, aminek meggyőződésem, hogy a tatamin is van jelentősége, és meg is mutatkozott, hogy az egész így most összeállt. Roland a Vekerle Sándor üzleti főiskolára jár, és plusz energiával tölti fel, hogy egyben van minden az életében. Továbbá, hogy mindez nagy hatással van judózására is. Tudatosabb lettem, folyamatosan tanulok, az is érdekel, mellette judózom. Sose azt érzem, hogy ott vagyok fejbe, fel tudom venni a versenyt rendesen, és 100%-osan most már bele tudom adni, ami tényleg bennem van, azt tudom adni a világversenyeken is. Nagyon szerencsésen alakultak a dolgok, a súlycsoportváltással, jó munkát sikerült elvégezni, Tóth Krisztián a partnere, akitől rengeteget tanul, jól jöttek a versenyek, volt sikerélmény, teljesen megváltozott a judó stílusa, ugye itt azért megkapta a nevelést ismerő, hajlamos volt színészkedésre, meg túl hisztiszta a dolgokat, és akkor mondtam neki, hogy akkor menjen a színművészetire, tehát akkor nem ide való, tehát ez a sport ezt nem bírja el, a bírók nem szeretik, és ezt is teljesen elengedte, tehát hogy csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ennek a pozitív változásnak és szárnyalásnak az első szembeötlő jelére Páncél Gábor kristálytisztán emlékszik. Kellnek alapadottságok, nem kérdés, kell rengeteg munka, nem kérdés, de aki fejben jó, annak van esélye a teljesítésre. A Rolinál az első és legfontosabb pont, és nem is biztos, hogy az egész év végéig sikerül, ha az ominózus első mérkőzés, ami az Európa-bajnokságon volt, egy mumusa, akivel szenvedett, akivel nem tudott mit kezdeni. És betartotta az edzői utasítást, eldöntötte, hogy ezt meg tudja oldani, el is hitte, és ő fölment, és azt csinálta, amit tud, és simán megverte. És én szerintem ez volt az, amikor kivettük az éket a golyó alól, és ez a golyó elindult. Roland csodásan menetelt a junior EB-n is és VB-n is a döntőig, amelyeken aztán ezüstérmeket nyert, és a két versenyen megszerzett tapasztalatok végül beértek az U23-as Európa-bajnokságra, ahol is megállíthatatlan volt a fináléig. A döntőben pedig a súlycsoport nagyágyúját, a már felnőttek között is bizonyított Falk Péter Zilkát Vazarival győzte le. Nekem az Európa-bajnoksági döntőm az nagyon, nagyon, nagyon azon ment el, hogy én nem akartam elhinni igazából ott, hogy én úristen az Európa-bajnok döntőben vagyok, és végigvezettem a meccset, és az utolsó 20 másodpercre sikerült elesnem. Világbajnokságon sajnos nem sikerült, mert ott még talán túl türelmetlen voltam, túl gyorsan akartam a meccsen túl lenni. Ezt a kettőt úgy mondom az Európa-bajnokság, mert a világbajnokság, ezt a két hibát összegyúrva,
kijavítva, ez az Európa-bajnokságon, most az 23-as Európa-bajnokságon, ez teljesen sikerült. Ez az aranyérem nagy lökést adhat a következő szezonra is, a motiváció és az önbizalom szempontjából egyaránt. 2020-ban szeretné megvetni a lábát a felnőttek között, a középmezőny elérése a cél, és persze nem a mély víz következik még. Nagyon precízen felépítve vannak olyan versenyek, tehát nagyon-nagyon jó a nemzetközi judo ebben, vannak olyan szintű versenyek, amiken ő folyamatosan föl tud fejlődni, és el tudja érni az olimpiai kvalifikációs szintet. És ebben a hazai szövetségnek is lesz feladata. A nemzetközi judo olyan szinten megnehezedett, hogy olyan kihívások előtt állunk, amit még nem is biztos, hogy meg tudunk oldani, hogy hogy tudjuk őt kiszolgálni partnerekkel. És ez mindenkire igaz természetesen. Tehát nekünk elképesztő mennyiségű pénzt kell arra szánni a magyar judónak, hogy azokat a fiatal versenyzőket, akik most ilyen szépen teljesítettek az elmúlt időszakban, megmenedzselje azokban a nemzetközi táborokban, ahol azt az ingert megkapja, amit itthon nem tudunk nekik nyújtani. Ha minden úgy összeállna, mint Roland élete jelenleg, teljesülhetne a távlati célja, a budapesti világbajnokság. Hosszú távú cél most a 2022-es Budapest, ott szeretnék egy pontszerző helyet elérni, de inkább érmet, ha mondhatom ezt, most így nagy motivációval. És a 24-es olimpián szeretném, hogy én legyek ott.